Sziasztok! Egyre több kérdés érkezik hozzánk a jellemzően strukturált kábelek kültéri-beltéri voltával kapcsolatban. Szeretnénk most ebben a videóban ezzel foglalkozni, és egy kicsit ezt tisztába tenni nektek. Nem mindegy, egy kábel kültéri vagy beltéri. Kültérit nem használunk beltéren, beltérit nem használunk kültéren. Kültéri kábel nem egyenlő az, hogy fekete valami, bár az igaz, hogy kb. Egy évet, kettőt esetleg segít a nap elleni harcban, hogyha fekete, kevésbé eszi meg az UV, de nem lesz hosszú életű. Kültéri kábelt meg beltéren azért nem használhatunk, mert a CPR tűzbiztonsági szabályzás ezt nem engedi meg nekünk. Amennyiben jellemzően valamilyen poés eszközt szeretnénk a kültéren megtáplálni, strukturált kábelen keresztül, mi az FTP katöter kábelt javasoljuk, mert ez költséghatékony, árnyékolt, most már 2,5 gigát is el lehet rajta vinni. Gyorsan fussuk végig a beltéri kábel köpenyeket. Ugye a legegyszerűbb a PVC. Hát, olcsó, de ez tűzbiztonságilag nagyon-nagyon alacsony besorolású, közintézményekben hivatalosan nem is lehetne használni. A következő kategória a halogénmentes, az LSOH kábelek, és ezeknek a lángálló verziója pedig az EFER LSOH. Magasabb kategóriákat, mint CAT-6A, CAT-7, CAT-8, most már csak ilyen LSOH vagy EFER LSOH kivitelben is fogtok tudni venni. Kültéren a polietilén nekünk a barátunk, mindenféleképp ebben az irányban kell gondolkozni, hogy polietilén legyen a külső köpenye. Ez lehet nyilván csak egy szimpla köpeny, vagy egy dupla köpeny, ez már felhasználástól függő. Nálunk, amit a legtöbbet adunk el, az FTP katöte 1 mm vastag polietilén köpenyű kábel. Emellett a másik legelterjedtebb a PVC plusz PE, tehát dupla köpenyű kábelünk, ahol lényegében egy beltéri kábelt húzunk rá egy kültéri köpenyt. A két köpeny között van egy speciális zselé réteg, aminek az elsődleges funkciója az az, hogyha mégis megszakad ez a polietilén, akkor vízzáró rétegeként üzemeljen, tehát nem folyik végig a kábelen a víz. Illetve amikor meg akarjuk pucolni, leblankoljuk a kábelnek a külső köpenyét, akkor 1-2 méter hosszan akár le tudjuk húzni ezt a köpenyt, ezt a külső köpenyt, mert csúszik a PVC-n, nem tapadnak össze extrudáláskor. A magasabb kategóriájú CAT-6, CAT-6A kábeleket jellemzően csak dupla köpenyben gyártunk, egyszerűen azért, mert nem kell hozzá 100 km-et rendelni. Említettem, hogy tartunk szimpla köpenyű, meg dupla köpenyű kábeleket. Mégis mi a különbség köztük? A szimpla köpenyű kábelünk az 1 mm vastag polietilen köpennyel rendelkezik, ez olcsóbb különben pár forinttal, mint a dupla köpenyű párja. A szimpla köpenyű kábelünket legtöbben kerítés mentén, vagy valamilyen kábellétrán szokták alkalmazni, esetleg védőcsőbe húzva. A legnagyobb előnye az, hogy amikor még egy kábellétrához panduit szalaggal rögzítitek, akkor sokkal-sokkal stabilabb, mint egy vékony szimpla köpeny. Ami könnyen beszakad, és onnantól kezdve a kábelünk természetesen elrázik. Van mégis egy hátránya. Ha ezt a panduit szalagot, vagy mert szalagot túlzottan meghúzzátok, akkor ez beszakad ez a köpeny, körbe szakad, és akkor sajnos megint lőttek a vízzárásnak. A dupla köpenyű kábeleknek van viszont egy nagyon nagy előnyük. Az egyik, sőt kettő. Az egyik az az, hogyha panduittal rögzítitek valahova és beszakad ez a köpeny, akkor ugye a második köpeny alatt, vagy között van még ez a zselé réteg, ami vízállóvá tartja nekünk tovább a kábelt. A másik előnye pedig, hogy ezt könnyebben lehet csatlakozózni. Mert ugye ezek merevedő kábelek, merevő kábelekre hivatalosan nem szokás RJ45-ös csatit rakni, ezért ha a dupla köpenyű kábelt használjátok, megtehetitek azt, hogy úgy blankoljátok meg, hogy a kültéri köpenyt leszeditek, és a beltéri PVC köpenyből hagytok 1-2 centit, amit a kifejtéskor vagy a csatlakozóra szereléskor be tudtok tolni a csati testébe, és amikor azt összeroppantjátok, akkor az rázár, ráfeszít, de valójában az a köpeny lesz az, ami a teherviselő, a csatlakozó és a kábel között. Említettem, hogy az RJ45-ös csatlakozó nem való merevedő, tehát fali kábelre, hanem kimondottan az úgynevezett patch kábelre, tehát a sorozott elemi szálú kábelre lett kifejlesztve. Annak a lényege az, hogy amikor ráklimpelitek, akkor azok a kis kések belevágnak az elemi szálak közé, és az adja meg a kontaktust. Nyilván már egy több éve, azt mondom, 15-20 évvel ezelőtt is meg kitalálták, hogy mégis vajon rá kéne rakni ezt a merevelő kábelre is, és erre léteznek az úgynevezett háromkéses csatlakozók, amiknek a kései picit elállnak, ilyen V alakba, és ezt a mereveret átölelik, vagy magukba vágják, és így teremt meg a kontaktust. Ez egy CAT-5, esetleg CAT-6-ra még azt mondom, hogy
bátran, biztonságosan használható, de magasabb kategóriáknál, ma ugye a réz erejénk is vastagodnak, kathaták 6-7, erősen ellenjavallott ezeknek a használata. Nem mondom, hogy nem fog működni, de sokkal nehezebb megszerelni. Ezekre a magasabb kategóriú kábelekre, hogyha mégis ilyet akarnátok használni, léteznek dedikáltan úgynevezett field konnektorok, amiknek hosszabb a testük, úgyhogy sajnos figyelnetek kell arra, mert nem mindig tömbszerencén tudjátok alkalmazni, mert lehet, hogy kilóg majd a például egy antenna testéből. Azoknak a működési élve az, hogy az RJ45-ös fejbe ti nem dobtok bele semmi eret, hanem az be van gyárilag kötve egy hívjuk úgy kiisztó modul-szerű nyágba, ahol a klasszikus 110-es betűzőszerszámmal bele tudjátok a merevereket fejteni, utána a csatlakozó testét rázárva készen van a kifejtés. Ha rövid szakaszt akarunk megpecselni, érdemes elgondolkozni azon, hogy nem így átugassuk a kültéri pecskábelünket, hanem használjunk gyárilag előszerelt kézterméket. Biztosak lehetünk a kábel minőségében, és sokkal gyorsan tudunk végezni a munkával. Remélem sikerült segítenem ebben a kültéri-beltéri köpenyválasztásban, hogy legközelebb, amikor vásároltok, akkor már megfelelőbben tudtok válogatni a webshopunkba. Köszönjük szépen, még egyszer megnéztétek videónkat, sziasztok!